MSZP képviselője, alelnök úr, azonnali kérdést kíván feltenni a földművelésügyi miniszternek. Lesz-e megoldás a budapesti vegyi művek illatos úti telepének problémájára címmel? Hiller István képviselő urat, alelnök urat illeti a szó. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, képviselő asszonyok és képviselő urak! Pest Erzsébet és Kispest országgyűlési képviselőjeként szólalok fel. Választókerületem közvetlenül határos az egykori budapesti vegyi művek illatos úti telepével, ahol a környezetszennyezés ugye immáron országosan ismert problémává lett. Tisztelt miniszter úr, több mint fél évvel ezelőtt, október elején írásbeli kérdést intéztem önhöz. Ebből szeretnék idézni. Tisztelt miniszter úr, az említett telepen és környékén tragikus állapotok uralkodnak. Sok ezer veszélyes anyagot tartalmazó hordó rozsdásan áll, egy részükből folyamatos a veszélyes anyag szivárgása a talajba. Ez a helyzet a főváros területén rendkívüli kockázatot jelent. A múlt héten tisztelt miniszter úr, Ferencváros polgármestere, akinek a területén van ez a bizonyos telep, egy teljesen normális egyeztetést hívott össze, az ön környezetvédelemért felelős államtitkára is ott volt. Én is ott voltam. Mindketten hallottuk, hogy konkrét ígéretek hangoztak el. Volt olyan ígéret, amely intézkedést ígért másnapra. Már nem mindig másnapra, hanem a megbeszéléshez képesti másnapra. Azt szeretném kérdezni, tisztelt miniszter úr, azonnali kérdés formájában, hogy azóta a megbeszélés óta, ahol konkrét ígéretek elhangoztak, történt-e valami, történt-e intézkedés. Nem politikai botrányt akarok kavarni, hanem megoldást, mert az emberek félnek. Félnek a szennyezéstől. Arra kérem önt, önöket, oldják meg, kérem ismertesse, milyen megoldási lehetőséget lát. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Válaszadásra megadom a szót Fazekas Sándor miniszter úrnak. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt képviselő úr. Szeretném önt megnyugtatni, hogy lesz megoldás erre a súlyos környezeti problémára. A magyar államnak, a környezetvédelmi jogszabályokba foglalt eszközöknek megvan az a tárháza, amellyel ilyen esetben el tud járni, meg tudja óvni az egészséges környezetet, az embereket. Mindenekelőtt viszont le kell szögezni azt, hogy a környezetvédelemnek van egy általános szabálya, ez pedig az, hogy a szennyező fizet elve alapján az köteles felszámolni a szennyezést, az viseli a költséget, akinek az felróható. Ebben az esetben tehát a budapesti vegyi művek ZRT tartozik felelősséggel, amely cég egyébként jelenleg felszámolás alatt áll, és a bíróság az eljárás 2007 óta még nem zárta le. Az egy dolog, hogy a felszámoló anyagi fedezet hiányára hivatkozva a mai napig nem teljesítette a veszélyes hulladékok kezelésére, ártalmatlanítására, illetve a környezeti károk felszámolására kiadott hatósági határozatokban előírt feladatokat. Itt a környezetvédelmi főfelügyelőség, illetve a környezetvédelmi hatóságaink folyamatosan figyelemmel kísérik ezt az ügyet, ha kell, bírságolnak, felszólítanak, eljárnak ebben a súlyos környezeti probléma, ennek a súlyos környezeti problémának az esetében. Büntetőjogi feljelentés is megtörtént, mégpedig hulladékgazdálkodás rendjének megsértése büntetének megalapozott gyanúja miatt. Tehát, ahogy említettem, a környezethasználó köteles az általa okozott környezetkárosodásért helytállni, és a megelőzési, illetve a helyreállítási költségeket viselni. Itt egyébként a terület mindenkori tulajdonosát és birtokosát, tehát a használóját egyetemlegesen terheli ez a helyreállítás, illetve kártérítési kötelezettség. Köszönöm szépen. Köszönöm, miniszter úr. Viszont válaszra adom meg a szót. Tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr, a jogszabályoknak a pontos ismertetését nem vonom kétségbe, hogy megtette. Csak ezekről a talajvíz nem tud. Így aztán a talajba került szennyezést a talajvíz nagyobb területre mossa át. Katasztrófa közeli helyzet van. Arra kérem önt, a tisztelt minisztériumot és a kormányt. Az államtitkárától azt hallottam több alkalommal, hogy több fázisban oldható meg ez a kérdés. Én hiszek neki. Azt mondta, 1,1 milliárd forint az a költség, amelyből elszállíthatják ezeket a hordókat, amelyekből a talajba megy át a szennyezés. Felelős
kormánytagként, mint aki egy nagy minisztérium jelentős büdzséjéért felel. Azt akarom kérdezni a miniszter úrtól, és nagyon kérem, hogy konkrét választ adjon. Rendelkezésre áll-e ez az 1,1 milliárd forint? Az, és nem más tudja megnyugtatni a ferencvárosi, a pesterzsébeti, meg a kispesti polgárokat. Kérem szépen, hogy erre konkrétan válaszoljon. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Viszont válasz illeti a miniszter urat. Tisztelt képviselő úr, konkrét kérdésre konkrét választ tudok adni. Folyamatban van a 2016. évi költségvetés tervezése. És a kormány egy olyan költségvetési tervezetet készít elő és terjeszt az országgyűlés elé, amely tartalmazni fogja a múltból eredő környezeti kockázatok felszámolására létrehozott országos környezeti kármentesítési program feladatainak végrehajtásához szükséges 2016. évi pénzügyi forrás. Lehetőség van a 2014-2020-as időszak uniós forrásainak a felhasználására is. Egyébként ennek a programnak a keretében, tehát az országos környezeti és kármentesítési programnak a keretében eddig 300 000 tonnát meghaladó mennyiségű veszélyes hulladékot ártalmatlanítottunk, továbbá 850 000 köbméter szennyezett talajt, valamint 10 millió köbméter szennyezett talajvizet is sikerült megtisztítani. Ennek a programnak a keretében a magyar állam, a kormány 2010 óta évente közel 20 milliárd forintot fordít az állami felelősségi körben végzett kármentesítési feladatokra, hozzátéve természetes, hogy elsősorban annak kell fizetni, aki a kárt okozta. Tehát a terület mentesítése, az emberek egészségének a védelme az megoldható, és meg is fogjuk oldani. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Tisztelt Országgyűlés, Lukács László György, a Jobbik képviselő.